kezdjük a 15. században, 15 éves sem volt még, amikor királlyá koronázták a távollétében. Mátyásról van szó, Hunyadi Mátyásról, 1458-90-ig volt király, egyébként Horvátország királya is, Csehország királya is, valamint később osztrák főherceg is. Aztán, hát még egy érdekességvel a kapcsolatban, állítólag, amikor kint volt a harcmezőn, akkor a különböző ágyuk zajában úgy aludt, mint egy csecsemő, mikor visszajött a palotába, akkor pedig csend volt, akkor pedig ott volt mindenki körülötte, ott nem tudott aludni, szóval mondjuk úgy, hogy kis alvás problémái voltak. Na mi a helyzet akkor azzal, hogy megtaláljuk a koponyáját, vagy a csontjait, vagy nem találjuk meg, ugye? Elindult a kutatás, és akkor sikerült mintát venni Horvátországban, ha minden igaz. Jó napot kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt, jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Így van, a Magyarság Kutatóintézet egyik alapfeladata, azon túlmenően, hogy az Árpád dinasztiának a genetikai vizsgálatát folytatjuk, és jó nagy léptékkel haladunk előre. A Hunyadi család, illetve a Hunyadi háznak a genetikai vizsgálata is. Ennek az az előzménye, hogy professzor dr. Kásler Miklós miniszter úr még 2020-ban megnyitott egy csodaszép, fantasztikus kiállítás Zágrábban, amelyek a magyar-horvát együttélés 800 évét ölelték fel, és onnan indult az a kultúrdiplomáciai folyamat, aminek tényleg a motorja miniszter úr volt, ő találkozott horvát kollégájával, és ennek az eredménye lett az, hogy a Magyarság Kutatóintézet 2021-ben a horvátországi Lepoglava pálos kolostorában hát rendkívüli körülmények között és izgalmak mellett felnyitotta azt a kőlapot, vagy leemelte azt a kőlapot, amely Hunyadi Mátyás király fiának és unokájának a csontjait őrizték. És akkor ez alapján sikerült a DNS-t beazonosítani valahogy? Vagy hogy működik ez a folyamat? Hogy kell elképzelni? Igen, hát ugye amikor leemelték a fedlapot a sírról, akkor ugye mindenki nagyon várta, hogy mi fog ott történni, mi lesz ott. És a sírkamrában egy koporsót találtunk, és erre a koporsóra rá volt írva az egyik oldalára, hogy Korvin Kristóf, ugye ez az unoka, a másik pedig Korvin János, ez ugye Mátyás király fia. És amikor a régész kollégám Makoldi Miklós felemelte ennek a koporsónak a tetejét, akkor ott voltak benne a csontok, és gondolják bele, hogy amikor oda nyúl valaki egy ilyen koponyáért, és akkor fogja felemelés, és kiemelés, kiadja az archeogenetikus kollégámnak, Neparácki Endrének, hát ott azért ez egy történelmi pillanat volt. Azt olvastam valahol, hogy állítólag sokkal kisebb volt maga az a koporsó, amit találtak, mint amire számítottak. Valójában azt nem tudom, mire számítottunk. Arra számítottunk, abba bíztunk inkább nagyon, hogy ott lesznek a csontok. Hiszen ezt a sírt, ezt a 19. században egyszer már megbolygatták. Levették a tetejét, és valószínű akkor történt meg, hogy egy ilyen kisméretű barokkos típusú koporsót készítettek, ez egy gyönyörű szép faragott koporsó egyébként, de tényleg, mint hogyha egy kisgyermeknek a csontjait őrizte volna, de mind a kettőben volt két koponya, és ott voltak az egyéb csontok is. Amit eddig sikerült bizonyossággal megállapítani, hogy a két csontváz, a két koponya DNS-e ugyanaz, vagyis egyébként apától és fiától, vagy legalább és egymással vérségi kapcsolatban állóktól származik, de innentől kezdve a következő az, hogy akkor a fölmenőket kell valahogy vizsgálni, tehát hogy akkor Jánosról, illetve Krisztoferről, vagy Kristófról fölfelé kell menni, majd Mátyásra. Így van. Hát itt ugye az a helyzet, hogy Székesfehérváron temették el 1490-ben ugye Mátyás királyt, de hát tudjuk, hogy a székesfehérvári királyi bazilika a többszöri feldúlás következtében szörnyű pusztítást szenvedett el. Ugye először 1543-ban, majd 1601-ben, 602-ben, és hát valójában az az osszárium, ami Székesfehérváron található, ugye ott helyezték el azokat a csontokat, csontmaradványokat, amelyek a székesfehérvári királyi bazilikából, mondjuk a romkert területéről előkerültek. Megint azt kell mondani, ki kell emelni itt valójában Kásler Miklós miniszter úrnak a szerepét, akinek a közbeni járásával valójában
egyrészt az egyház, tehát spányi püspök atya segítségeivel, illetve a város, Székesfehérvár város segítségével az osszáriumnak a tetejét ez év elején tavasszán, koratavasszán le tudtuk emelni, és azokat a csontmaradványokat, amelyek itt az osszáriumban őriznek, ezeket a Magyarságkutató Intézet Szegedi Archeogenetikai Laborjába vittük, és úgy, ahogy mondta a szerkesztő úr, ugye a lepoglavai csontok, azok beazonosíthatóan a Hunyadi család csontja és a genetikája abból egyértelműen kinyerhető. Ugye a mostani feladat az összepárosítsuk, és megtaláljuk Mátyás király csontjait. És akkor ebben az esetben mikorra várható a Hunyadiak azonosítása? Hát az előbb említettem, hogy 900 csontvizsgálata. Igen, az azért nem egyszerű. Hozzáteszem, 0-24 órában dolgoznak a kollégáink, tehát olyan hatalmas tempóban és olyan hatalmas mennyiségű adatot dolgoznak fel, ami azt gondolom, hogy páratlan és példátlan a magyar archeogenetikában. Egy ultramodern olyan géppel, amelyből csak 3 darab van Európában, és az egyik Szegeden a Magyarságkutató Intézetben. Úgyhogy izgalommal várjuk mi is, és én azt gondolom, hogy nem kell már olyan sokat várni, amikor tényleg azt mondhatjuk, hogy megvan Mátyás király. Innentől kezdve akkor csak, hogy átfordítsuk az egészet, az a feladat, hogy azt a bizonyos 900 csontot, amit elhurcoltak az eredeti helyéről önökhöz a Magyarságkutató Intézetben, egyesével mindegyikből mintát kell venni, és meg kell nézni, hogy melyik passzol pont azzal, amit lepoglavában találtak. Pontosan így van, tehát a DNS-eket kell összehasonlítani, de itt már tovább megyek, tehát itt valójában nem csak arról van szó, hogy a Hunyadiaknak az azonosítása, nyilván ugye a lepoglavai lehetőség ezt megadja, de miután ismerjük már, és ezt is miniszter úrnak a stábja, illetve a tudományos kutatócsoportja közreműködésével az árpádok Y-kromoszómáját is. Oh. Tehát megvan az árpádok férfi ágához kapcsolódó Y-kromoszóma, tehát magyarán szólva azoknak a királyoknak a csontjai, amelyek Székesfehérváron lettek eltemetve, és ott vannak, ott nyugszanak, ezek is azonosíthatóak lesznek. Konferencia is volt egyébként a közelmúltban ezzel kapcsolatban. Így van. Úgy gondoltuk, hogy egy nagy nemzetközi konferencia keretében kellene azokat a tudományos eredményeket és ismereteket a nagy közönséggel megosztani, amit a Hunyadiakkal kapcsolatban nem csak mi magyarok, hanem a nemzetközi kutatás is ismer és megismer. Így aztán török, albán, cseh, lengyel, horvát, olasz kutatók vettek részt ezen a konferencián. Ez egy hatalmas kétnapos konferencia volt, és azt gondolom, hogy elindította a Hunyadi családnak egy új történeti dimenzióba helyezését és egy új típusú kutatási folyamatot ez a konferencia, amelynek egyébként a felvételei a Magyarságkutató Intézet YouTube csatornáján folyamatosan nézhetők is. László, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Jó munkát kívánunk, nem lesz egyszerű, de jó munkát. Köszönjük szépen. Én köszönöm az érdeklődést.